first of all, we still have three games. Fantasztikus győzelmet arattunk, de ne felejtsük el, hogy három forduló még hátra van. Így nem sok értelme van a továbbjutásról beszélni, persze a mai három ponttal közelebb kerültünk hozzá. A játékosokat hatalmas dicséret illeti, hisz ma is fantasztikusak voltak. Ők minden edzésen és meccsen azért dolgoznak, hogy egyre jobbak legyenek. Jelen pillanatban minden eddiginél érettebbek taktikailag, és ennek is köszönhető a mai siker. Egy olyan csapat látogatott ma hozzánk, amely mindig két támadóval játszik, azonban ma mégiscsak egy csatárral álltak fel, ami a videótól elismertségét és erejét is mutatja, amire mindannyian büszkék lehetünk. Külföldön is egyre többen tudják, hogy mi az a videótom, és igenis elismernek bennünket. Bizonyos esetekben jobban is, mint itt Magyarországon. They don't know it what is videótom. What they know it what football is in Hungary. And we are gaining all this respect. Sometimes more than what we have it here. Úgy látom, három forduló után, hogy a Genk a legerősebb ellenfelünk, nézzük csak meg az eddigi eredményeiket. A Sporting egy fiatal, dinamikus csapat, de szervezettségben még nem tökéletes. A Basel egy érett társaság, nagyon jól használják a széleket, és fizikálisan is rendben vannak. Természetesen tudom, hogy hétvégén a Debrecen ellen nagyon nehéz dolgunk lesz, de most nem szeretnék azzal a meccsel foglalkozni, mert szeretném kiélvezni a mai sikerünket.